B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket, célkeresztben az elhízás. Erről beszélgetünk a mai műsorunkban méghozzá. Abból az apropóból, hogy március 4-e az elhízás világnapja. A stúdióban dr. Halmi Eszter, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság elnöke. Szervusz, Eszter! Szervusz! Én arra kérlek, hogy most beszélgessünk, sokszor szóba került már az elhízás, de beszélgessünk olyasmiről, ami eddig nem nagyon volt téma, jó? Rendben. Először egy aktualitással kezdeném, mert hogy ugye most cseng le a farsang, és most van vége, mostanában van vége a farsangnak. És ugye ilyenkor a farsangi bálók, a nagy fánkevések, mondjuk úgy, hogy a nagy zabálások, és valahogy mi nem követjük nagyapáink meg nagyanyáink példáját, mert hogy nem tartunk utána böjtöt. Pedig hát vannak esetek, amikor nem kéne elhagyni a jártutat. Így van. A fánkot igazán nem kellene elfelejteni, csak borzasztóan keveset kellene belőle enni. De hát azt meg úgyse bírod, ha finom. Így van, és de előtte viszont kell valami egyebet, például egy jó bablevest. Mikor ettünk a fánk előtt egy jó bablevest? Lehetőleg csipetkével. Csipetkével, így van, megfelelően telíti a gyomrot, egyébként is a folyadékkal teli, de sűrű levesek, azok kiválóan előkészítik a gyomrot, jót tesznek egy étkezés megkezdésére, és akkor már nem biztos, hogy annyi fánkot teszünk, és még egy, hogy összhatásában is lényegesen jobb, könnyebben telítődünk, könnyebb a rostos tartalom miatt az emésztésünk, és tulajdonképpen jót teszünk magunkkal, hogyha megfelelő dolgot a megfelelővel fogyasztjuk. Igen, meg szerintem akkor is jót teszünk magunkkal, hogyha amikor egy ilyen nagy étkezést beiktatunk, és így jó komolyan a bablevesből is, meg a fánkból is beeszünk, akkor mondjuk utána tartunk egy olyan napot, amikor ha nem is böjtölünk, de hát megnézzük, hogy hány kalóriát eszünk. Pontosan úgy szoktunk becsapódni, hogy az ilyen nagy étkezés után másnap, ha ráállunk a mérlegre, nem biztos, hogy az mutatja az eredményt. Nagyon érdekes, hogy mindenki másképpen reagál a nagy evésekre, de van, akinél csak 2-3 nap múlva jön meg, 2 kiló egyben a többletevéstől. Tehát magyarán, hogy másnap nem látja? Így van, és ezért másnap is esetleg tovább fogyaszt, boldogan, hogy ó, hát én semmi. Történt. Viszont teljesen igazad van, hogy a nagyobb mértékű evések után a másik napot, a második napot meg kell fogni, és ez egy nagyon egyszerű taktika volna. És akkor most beszélgessünk, ugye azt ígértük, hogy olyasmiről beszélgetünk, ami nem került eddig terítékre, mármint az egészségtérben. És ha már ugye szóba hoztad, hogy nem látszik, nagyon sokan vannak az elhízottak között, akik kutyakemény munkával, diétával, mozgással megpróbálnak fogyni, de már akkora testsúlynövekedést elértek, hogy nem megy. És hogy iszonyú hosszú időn keresztül szenvednek, küzdenek, és aztán alig tudnak néhány kilót ledobni. Viszont, te tudod a legjobban, hiszen te vagy a szakember, hogy egy csomó társbetegség kialakulása már elindult a szervezetükben. Tehát náluk igazándiból ugye a bariátriai műtétek lennének a célra vezetőek. Viszont mi ebben nem állunk igazán jól, már nem arra gondolok, hogy a szakembereink nem tudják elvégezni, hanem arra gondolok, hogy ha jól tudom, akkor a TB csak a gyomorgyűrűt támogatja. És a másik kettőt, a csőgyomrot, meg a gyomorbájpasz nem. Tudomásom szerint gyomorgyűrűt sem támogat. Már az sem. Korábban volt gyakorlatban, és nincs támogatás ezeken a műtéteken egyáltalán, tehát magánúton lehet elvégeztetni. Bocsáss meg, már az sem létezik, mert mintha az egyik újságíró kolléganőm arról beszélt, vagy írt volna, hogy egyedi méltányossági alapon lehet kérni.
Csak a gyomor gyűrű, tehát a többiről nem. Egyedi tehát, hogy már az se létezik? Nem, ez a múltban volt. Aha. Tehát a gyomor gyűrű ideje lejárt, az tulajdonképpen már egy-két évvel ezelőtt lejárt, addigra egy 10 éves gyakorlat kialakult, és elég sok probléma volt vele, és inkább a műtétes megoldások azok, amelyek újra visszatértek. Ugyanezek a műtéti eljárások a gyomorgyűrűs szakaszban is megvoltak, csak akkor még nagyon nagy vágást kellett hozzá, és most jelenleg laparoszkóposan végzik, igen, tehát sokat fejlődött ez a műtéti technika, ebben nagy gyakorlat van ma már, világszerte és hazánkban is, és sajnos szükség van rá, mert rettenetes mértékben nő a vészesen elhízottak száma Magyarországon is, és világszerte is. Úgyhogy a műtéti megoldás jelent igazán ekkor sikert. Természetesen először mindig ajánljuk, hogy próbálják meg a hagyományos és konzervatív módszerekkel, tehát a diétával, több mozgással, életmóddal, és esetleg gyógyszeres rásegítéssel, de ha nem megy, és az esetek többségében nem megy, mert amikor már egy nagyon magas testsúly kialakult, akkor azt a végletekig őrzi a szervezet, és ilyen formán ezért tehát akkor már van egy ilyen megoldás. Védekező mechanizmus, nagyon, hogy nem akarom engedni, hogy abból elmenjen bármennyi igen, is. Igen, ha már megtapadt az a magas testsúly, és egy úgynevezett statikus állapot van, egy állandósult állapot van, akkor nagyon nehéz beavatkozni. És ezért a műtét jelent megoldás. És nagyon sok esetben olyan társbetegségek vannak, ami miatt muszáj is elvégezni azt a műtétet. Hát és akkor ezért dráma az egyébként, nem voltam rest, megnéztem az árakat. Tehát ugye, amiről beszélgetünk, ez most ilyen 1,9 millió, 2 milliós műtét, és hát azért nem mindenkinek van pénze arra. A betegsége biztos, hogy van, mert ha valaki már annyi plusz kiló van, tehát ilyen 150-200 kilós emberekről beszélgetünk, akkor tuti, hogy te tudod jobban, de hát ott már anyagcsere zavarok el kell, hogy induljanak. És hogyha ugye nem nagy kunszt összeadni, vagy ezt a költség-haszon elvet összemérni, hogyha valakinek magas vérnyomása van, ha magas a koleszterin szintje, ha már a térdízülete vagy a csípőízülete tropára ment, ha gyógyszert kell szednie, ha már van egy csomó beavatkozás, ha kapott, ne adj Isten, egy sztrókot vagy egy infarktust, ezek rengetegbe kerülnek. Tehát, hogyha ezt most mind összeadom, meg azt, hogy valaki kiesik a munkából, vagy aki ápolja, az esik ki, hát akkor már túl vagyok ezen a 2 millión. Így van, lényegesen többe kerül a egészségügy részére is az ellátási költség, és hát a magánember számára is mindaz a költség, plusz amit még elveszít a munkából való kiesésből, tehát tulajdonképpen már bőven rendelkezésre állnak olyan számadatok, amelyek megfelelő módon bizonyítják azt, hogy költséghatékonyabb volna az egészségügy részére is ez, nem beszélve arról, hogy a legújabb adatok és saját feldolgozású hazai adataim is vannak, éppen most prezentáltam, és nemzetközi adatok is ugyanekkor megjelentek arról, hogy a most tartottál az akadémián egy előadást, ugye prezentáltam, ez ezt jelenti, igen? Igen, így van, és abban az egyik legutóbbi vizsgálatomat is előadtam, amelyben kimutattuk azt, hogy sajnálatos módon a fiatal korosztályban a 35-ös BMI felett, tehát vészes obezitásban, súlyos fokú obezitásban igen magas volt a halálozás a COVID idején. Tehát COVID miatti halálozás önállóan csak a magas testtömegindex miatt, a súlyos fokú elhízással nagyon magas volt a fiatal felnőtt korosztályban. Ez egy rémisztő adat, és az is egy rémisztő adat, hogy úgy szintén megnéztük, hogy a COVID 3 évében jelentősen megnőtt az előző évekhez viszonyítva a testsúly, és ilyen formán egyre többen lesznek veszélyeztetettek, és itt is a 18 és 35 férfiak körében, nőknél meg 18 és 45 közöttiek körében igen jelentős arányban drámaian megnőtt az elhízás előfordulása, és azért ez 3 év alatt történt előzetesen, viszonylag stagnált,
a trend, és ez most egy nagyon-nagyon figyelemfeltető eredmény. Tehát megugrott, azt akarod megugrott. Mondani. Így van. Egyébként, hogy visszakanyarodjak ezekhez a bariátriai műtétekhez, ugye végül is ezzel is igazoltad, hogy egyre többen szorulnának rá erre. Mit mutat a körülöttünk lévő országokban a helyzet? Tehát mondjuk, hogy a volt szocialista országokban támogatja az állam, nem támogatja, ugyanúgy állnak hozzá, mint mi, hogy átolják a magánellátásba, tehát ott mi a helyzet? Hát el kell, hogy mondjam, hogy a Közép-Európai Kongresszuson, és azt követően is egyeztettük a környező országok gyakorlatát a bariátriai műtétek tekintetében, és hát sajnálatos módon csak nálunk nincs finanszírozás. A környező országokban van, ahol teljes körűen, tehát akinek szüksége van, az bekerülhet és hozzájuthat, megfelelő indokkal és javallattal természetesen, és van, ahol van egy éves limit, amit előre megszab a társadalombiztosítás, hogy mennyi keret az, amit egy évben finanszírozni tud, és abba a létszámba beleférnek. Úgyhogy sajnálatos módon nekünk ebben előbbre kell majd lépnünk. Lobbiztok érte, Eszter? Mi nagyon sokat lobbiztunk, éppen a Covid időszak előtt még utolsó napokban lobbiztunk ezért, és azért is, hogy a bariátriai műtéteket, amit ma már egyébként metabolikus bariátriai műtéteknek nevezünk, pontosan azért, mert igazoltan olyan sokféle metabolikus, azaz anyagcsere változás jön létre, ami nagyon kedvező a szervezetnek, hogy bizonyítottan gyógyszerelés elhagyható, egy diabétesz, egy hipertónia jobb állapotba kerül azonnal, tehát olyan metabolikus gyors változások vannak, amelyek miatt már ezt így nevezzük korszerűen. A lényeg az, hogy elkerülhetetlen, föl kell vállalni a rendszernek. Egyébként azt még azért hozzáteszem, hogy Tóth Vera és Király Linda volt az, akik ugye nagyon klassz megelismerésre méltó, hogy ők vállalták, nyilván szembenéztek a saját túlsúlyukkal, és ők beszéltek arról, hogy ők ezt a műtétet elvégeztették. Tehát végül is fogalmazhatok úgy, hogy népszerűvé tették, hogy van egy ilyen lehetőség, és tessék megpróbálni. Más kérdés, hogy ebben a másodpercben, ahogy mondtad te is, csak azt próbálhatja meg, akinek pénze van. Így van, így van. Másrészt viszont bele kell gondolni abba, hogy kisebb súlytöblettel ne abba reménykedjünk, hogy akkor most majd a műtét megoldja a problémánkat, hiszen ez már egy eléggé végső állapot, amikor ehhez fordulunk, úgyhogy oda kell figyelni, hogy ne jussunk el odáig, ez mindig ide kanyarodunk vissza, hogy ezt meg kell előzni, de ha már sajnálatos módon valaki itt tart, különböző okokból, genetikai vagy egyéb endokrin vagy egyéb betegségei révén eljutott idáig, akkor már ez a megoldás. Ez a legnehezebb, ez az előz meg, mert ugye az ember naponta találkozik magával, tehát jó esetben naponta belenézel a tükörbe, és ezeket tehát ugye folyamatosan rakódik rám, nem egyszerre jelenik meg 10 kiló, meg 20 kiló, és nem mindig veszed észre, hogy hát most akkor jön az a súly, álljunk már meg. Az ember megszokja magát, igen, így van. Igen. Szóval nehéz. Nagyon nehéz. És amikor a környezet, a család vagy a munkahelyi környezet figyelmeztet valakit óvatosan, van, hogy az ellenkező hatást éri el. Tehát ez is a nehézsége az elhízásnak. Úgyhogy nagy buktató. Igen, szóval maradjunk annyiban, hogy mindenféleképpen egy sérülékeny réteg az, akikről most beszélgetünk, ugye saját maga miatt is, meg mindazon társadalmi körülmények között, amiket tökéletesen és kiválóan ismersz, tehát nyilván beleértve a diszkriminációt, a közvélekedést, az orvosi ellátásban nincs egyenrangúság, szóval sorolhatnám még, de helyette most inkább azt mondom, hogy a Világnap apropóján ti egy konferenciát is rendeztek, puskázok, mert hogy két témát kiemeltem, az a címe, hogy életmód programmal az elhízás megfékezésére, és beszélgettek benne, tehát vannak ilyen témáitok, hogy az elhízásból adódó egészségügyi költség és társadalmi ráfordításokról, illetve mit tehetünk, amikor az életmód program már nem segít. Na, mit tehettek a bariátriai műtéteken túl? Mit? A bariátria segít, ha az életmód nem segít. Nem segít. Így aha. van, de
Azt is át kell gondolni, hogy a bariátriai műtétet követően is megváltozik az adott alany életmódja. Tehát tudomásul kell venni, hogy bizonyos életmódbeli változtatásokat a műtétet követően is el kell végezni. Úgyhogy nem magától történik semmi. Ez azt jelenti, hogy a műtét abban segít, hogy kevesebb mennyiségű táplálék elég lesz. Abban segít, hogy nagyon hirtelen jelentős és kedvező irányú változás áll be például a bél mikroflórájában, a mikrobiomban. Ez azt jelenti, hogy megfelelő arányú eltolódások történnek, és a periféria, tehát a gyomor-bélrendszer visszajelzése az agynak olyan szignálokat küld vissza, amely nem a fokozott étkezésre próbálja presszionálni az illetőt. Tehát, és pontosan ezek a metabolikus változások, amelyek ott indulnak el, ezek hatnak vissza a tekintetben, hogy lényegesen kedvezőbbé válik az általános egészségi állapota a műtött egyénnek. Na most természetesen gondolnál arra, hogy például ugyanúgy nem csak a táplálkozás, hanem a mozgás is, mozgásprogramot be kell iktasson egy műtött személy. És én gondolnék, mert én rendszeresen mozgok, hát de igen, nem biztos, hogy igen. Mindenki gondol. Na most azok, akik hát sajnálatosan ebben a betegségben szenvednek, és hogy ülnek vészesen, a fotelben. Vészesen elhízottak, azok arra nem is gondolnak, hogy a műtétet követően igenis nagyon sokféle szempontból hát alá kell vessék magukat a különböző mozgásprogramoknak, és például Németországban egy bariátriai központ nem is képzelhet el anélkül, hogy a műtéteket követően ne lenne egy betegszervezeti, klubjellegű, dietetikus, mozgásterapeuta, pszichológus által támogatott csoportos foglalkozás, ahol követik őket, ahol rendszeresen megjelennek, ahol biztosítják mindezeket a kiegészítő utókezeléseket, és ez lehet az üdvözítő hosszú távon, hogy erre a rendszerre beáll valaki. Ha már szóba hoztad a bariátriai központokat, akkor azt gondolom, hogy egy olyan országban, ahol a lakosság kétharmada túlsúlyos és elhízott, és ugye rólunk beszélek, nem egy, nem kettő és nem három bariátriai központra, hanem sokkal többre lenne szükség, ahol, ahogyan mondtad, a civil szervezet, a pszichológus, a mozgásterapeuta, az orvosok, a kardiológustól kezdve az ortopéd, a reumatológus együtt dolgoznak, mert ugye ez nyilván egy komplex feladat, hogy az elhízott embernek segítsünk. Tehát nem az élet egyetlen területén kell neki a segítség, hanem sok területen. Tehát egy csomó szakmának együtt kéne működnie. Ebben mi hogy állunk? Valóban ez csak központokban képzelhető el, és nem is kellene sok ilyen központ. Hány van nálunk egyébként? Egy 4-5% az, aki vészesen elhízott a felnőtt lakosságban. A korábbi adataink szerint 3-4% volt, még a 2019-es adatok tehát emelkedik? Szerint. Emelkedő a tendencia, és 4-5%, és ez egyébként a környező országokban is ennyi, tehát világjelenség, hogy a vészes elhízás nő. Na most a központokat illetően elég volna egy vagy két budapesti és egy vagy két vidéki központ pillanatnyilag, tehát ez el tudná látni a tehát mondjuk négy, azt mondod, hogy négy, mert igen, azt mondtad, egy-kettő. Igen. És akkor ehhez képest hány van? Magánellátásban van, 4, illetve 5 bariátriai központ, ahol végzik a műtéteket kisebb vagy nagyobb számban, és ezen kívül pedig hát az anyagcsere központokban, a különböző megyei kórházak anyagcsere központjaiban az társult betegségek, tehát a hipertónia, a diabétesz, illetve szívérendszeri betegségek, illetve
a zsírmáj, dizlipidémia, tehát az anyagcsere betegségek központjaiban, így by the way, tehát a társbetegség mentén foglalkoznak az elhízással, de mivel az sincs finanszírozva, ezért nem kitüntetett szereppel foglalkoznak az elhízottal és az elhízása miatt, hanem hát a társult szövődményes betegségei mellett, és ennek mentén mondják el, hogy kérem, tessék megpróbálni életmódot váltani. És akkor megkérdezem, hogy de hogyan. Így van, ennek a körülményei nem biztosítottak, tehát az egyén ennek is megfelelő lépéseket meg kell tenni, elég sok szakmai információ van már ehhez, úgyhogy mi is abban próbáljuk támogatni a lakosságot, hogy kicsit vegye kezébe a sorsát, és pontosan a világnap célja is az, hogy sok szempontból egyeztessük nézeteinket az elhízásról, tehát meg lesznek hívva a szakemberek, meg lesz hívva a beteg oldal, és ilyen formán tudunk párbeszédet folytatni, és éppen az az egyik célja az egyik kerekasztalnak, amit szerveztem, hogy a különböző szakemberekkel egyeztessük, hogy ők mit tudnának tenni az érdekében, hogyan tudnák elképzelni az együttműködést. Nem beszélve arról, hogy például egy dietetikai szervezetnek, egy mozgásterápiás szervezetnek, gyógytornász, fizikoterápiás, vagy a testnevelőknek, vagy az edzőknek, mindegyiknek van egy-egy külön szerepe, külön elképzelése, és egy külön típusú módja, ahogyan esetlegesen egy elhízással élő személybe jön hozzájuk, hát foglalkoznak. Kéne összefésülni, most ezeket szakmailag is össze kell fésülni, és hát erre az obezitológiai szakemberek azok, akik hát kitüntetett szerepet kell, hogy vállaljanak, hiszen ezeket a területeket ők tudják összehozni. Ugyanúgy, ahogy obezitológus orvos van, ugyanúgy a szakdolgozói szinten meg kellene lenni az elhízás tudományi szakembernek, aminek a képzése még nincs meg, csak nagyon kevés országban van meg, aki össze tudja fogni az orvos melletti teendőket és megfelelően menedzselni, hiszen minden eset más, minden esetben más a prioritás, más irányok, vagy a dietetika, vagy a mozgás oldal hiányosabb, és ennek megfelelően kellene kezelni. Ahogyan hallom mindabból, amit elmondtál, elv és koncepció van, csak a gyakorlat kullog utána. Nem tudom, hogy ezen, amiről beszéltem, ugye a konferenciátokról, amit az Elhízás Világnap apropóján szerveztek, szóba kerül-e a gyerekkori elhízás, mert nyilvánvalóan az egésznek ez lehet az alfája meg az omegája, tehát hogy időben elkapni, időben megfogni, és ugye valószínűleg az, hogy a szülőket rádöbbenteni arra, hogy tessék már odafigyelni a gyerekre, különösen a túlsúlyos és elhízott szülők, mert ugye ha anyuka is plusz kilókkal él körülötte, meg apuka is, akkor sanszos, hogy belőle is egy elhízott gyerek lesz. Így van. Márpedig ezt kéne megakadályozni. Családi probléma szokott lenni, tehát a gyermekeket sem lehet önállóan kézbe venni, csak a szüleiken keresztül és együtt. A sajnálatos dolog az, hogy hát ma már nem csak túlsúllyal élő családokat látunk, hanem normál testű szülőknél is gömbölyödnek a gyermekek, mert ez az új tendencia. És hát világméretekben 2030-ra 60%-kal nagyobb gyermekkori obezitást várnak az előrejelzések szerint. Tehát a legégetőbb probléma a gyermekeink helyzete. De gondold meg, hogyha icipici koruktól kezdve már képernyőt néznek a gyermekek, akkor mit tudunk kezdeni? Ezt a táplálkozási fronton nem lehet megfogni ezt a problémát. Nem tudsz olyan keveset adni a szegény gyermeknek, aki ettől nem fog fejlődni esetleg, hogyha túlzásba viszed, hogy kompenzálja azt, amennyit nem mozog. A mozgás hiányt, igen. Így van. Tehát az életkorának megfelelő mozgást el kell végezzen. Visszatérve a konferenciánkra, a program, a szakmai programmal kezdődik, és természetesen lesz gyermekkori obezitás
oktatással összefüggő komoly referátum összefoglaló, és a különböző részszakterületekről ugyanígy jeles szakemberek a legfrissebb eredményeket, adatokat hozni fogják. Tehát ezzel indítunk, és utána jönnek a kerekasztal megbeszélések, illetve a fórum, amely hát egy nyílt platform lesz a nézetek egyeztetésére. Találtam egy friss hírt, 2022-es, tehát most ugye 2023 elején nyugodtan nevezhetem frissnek, arról, hogy milyen súlyos következményei vannak az elhízásnak, már a trend növekedéséről beszéltél, és ez a következőképpen szól. A WHO felhívta a figyelmet arra, hogy a túlsúly az egyik legfőbb halálok az európai térségben. Az elhízás egyebek között 13 különböző rákos megbetegedéssel hozható összefüggésbe, sőt, egyes országokban az elkövetkező években leválthatja a dohányzást, mint a rákos megbetegedések fő rizikófaktorát a WHO adatai alapján. Így van. Hát ez elég pontosan drámai. Pontosan így van. Mi már nagyon korán szakmai társaságunk oldaláról hoztuk ezt az arányt a különböző elsőnek megjelent nemzetközi adatok alapján, és végre most jutott el a köztudatba, hogy bizony az egyes daganatok is, így a 13 féle daganat esetében, az összes daganatot, ha nézzük, 10-20-40%-ban ezekben a daganat típusokban az obezitás a felelős. Na most gondold meg, hogy mit jelent ez? Tehát tulajdonképpen, hogyha az elhízás növekedését meg tudnánk állítani, akkor a népbetegségeket pillanatok alatt vissza lehetne szorítani. Tehát mert akkor az a szív- és érrendszeri betegségeket, akkor hipertónia az 55%-a obezitáshoz kötődik, a diabetes. A kettes típusú diabetes 80%-a, egyes szívbetegségek 35%-a, és a daganatos betegségek 10-20-40, attól függ, hogy melyikről beszélünk, 40%-ban az elhízás talaján alakulnak ki. Na most a reumatológiai betegségek. Szintén egy nagyon fejlett egészségügyi rendszerekben, például az angliai rendszerből hallom, hogy az igen gyakran a csípő, illetve a térdizület obezitásban nagyon hamar tönkre megy, és protézisre van szükség, és a legújabban azt hallom, hogy bizonyos testsúly fölött nem tesznek be protézist, mert kiderült, hogy olyan hamar tönkre megy a nagy testsúly miatt, hogy ezt ott a társadalom biztosítás legújabban nem vállalja be. Tehát a legkülönbözőbb a légzőrendszer betegségeiben is ott van az obezitás, tehát szinte mindenütt ott van. Én még ezt folytatnám veled, csak közben ránéztem az órára és az adásunk végéhez értünk, úgyhogy képzeld el. Úgyhogy Eszter, ismételten köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig, aki érintett, és aki nem, az előzze meg, próbálja meg megelőzni a túlsúlyt és az elhízást, aki pedig érintett, annak szerintem most mindketten sikeres életmódváltást kívánunk. Köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Békirály Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.